nagyon brutálisan arra lesz kiírva a pályázat, akit ők akarnak. Ez hangzik el azon a hangfelvételen, amelyet az Anonymous nevű állarcos alak hozott nyilvánosságra a Városháza ügyben. A felvételen Gansperger Gyula és bizalmas arról beszél, hogy egy pályázatot testre szabottan a neki megfelelő feltételek szerint fognak kiírni. A legújabb felvétel is megerősíti azt a gyanút, hogy jutalékos rendszer működik a Városházán. Miért is érte meg a vevőknek jutalékot fizetni a fővárosi maffiának? A következő beszélgetésben Bajnai két varliszos harcostársa, Gansperger Gyula és Bodnár Dezső ezt részletesen elmagyarázza. Egy fővárosi ingatlanok iránt érdeklődő befektető, valamint a baloldali üzletember, Gansperger Gyula és bizalmasa hallható a Városháza ügyben Anonymous által kiszivárogtatott hangfelvétel újabb részletében. Az Origo szerint a hanganyag minden eddiginél megdöbbentőbb információkat tartalmaz. Tehát az a lényeg, azt szeretném mondani, hogy van egy koncept. Rátok lesz kiírva a pályázat, testre szabottan. Ez benne van az árban? Ez benne van az árban. A portál szerint a felvételből kiderül, hogyan működik a Városházán bevett jutalékos rendszer. A hanganyagon Gansperger Gyula és bizalmasa arról beszél, hogy egy szóban forgó pályázatot testre szabottan fognak kiírni, a befektetőnek megfelelő feltételek szerint. Cserébe a befektetőnek jutalékot kell fizetnie a fővárosnak. Ez benne van az árban, ezt zsoltól tudom, ezt nagyon-nagyon erőteljes és nagyon brutálisan így fogom, nagyon brutálisan arra lesz kiírva, akit ők akarnak. Komolyan? Ez jó. Ez van benne, ez is benne van. A felvételen Zsoltként emlegetett férfi az Origo szerint az a Berki Zsolt, akiről kiderült, hogy közvetítőként játszhatott szerepet a Városháza körüli ügyben, és az ő cége kötött megbízási szerződést az épület eladására. A hanganyag szerint ő dönt a fővárosi önkormányzatnál kiírt pályázatok tartalmáról is. Úgy mozgott a pályázat, én pályázatom alatt a verső vagyok ez az értében, mint ha ön a vezérigazgató. Ez a Zsolt? Igen. Tehát főst a pénzügyi vezető hölgyet, hogy adja ki az igazolást, nekem küldje, mert a Gansperger-nek szüksége van rá. Gansperger Gyula és bizalmasa ezután mintegy megnyugtatásul közlik a tárgyalópartnerrel, hogy Zsolt, vagyis Berki Zsolt annak ellenére, hogy nincs hivatalos pozíciója, nagyobb hatalommal bír a Városházán, mint a fővárosi vagyonkezelő elnök vezérigazgatója Barcsié Balázs. Barcs Balázs maga jött ki a Zsolt elé. És kezet fogott vele. És nem, de nem csak, hogy ez volt, majdnem földig hajolt. Tehát magyarul a Zsolt kezét tenyeréből eszik. Én láttam, annél még hamarabb érkeztem oda. Amikor alá kellett írnom az első tészerelést, akkor aztán többet adnak neki, mint a fizetés. Akkor Zsoltak kellett megbeszélnem, hogy mikor jöjjük a szerződést, de a Balcsal. Úristen. Az elmúlt napokban egymás után láttak napvilágot azok a hangfelvételek, amelyeken baloldali üzletemberek tárgyalhattak a Városháza értékesítéséről és a fővárosi jutalékos módszerről. Elemzők szerint maffia-szerű rendszer működhet a Karácsony Gergely féle fővárosi önkormányzatnál. Nyilvánvaló, hogy ez hazugság. A főpolgármester a botrány kirobbanása óta azt hangoztatja, hogy szerinte nincs ilyen ügy. A Fidesz fővárosi frakciójának kezdeményezésére alakuló vizsgálóbizottságról szóló javaslathoz a szerdai közgyűlésen mégis egy módosított dokumentumot adott be az utolsó pillanatban. Ebben például az szerepel, hogy a legutóbbi hangfelvételen is hallható Gansperger Gyulát csak előre meghatározott témában lehet kérdezni. A fővárosi közgyűlés ráadásul a testületnek mindössze 20 napos vizsgálati időt szabott. Láng Zsolt, a Nagyobbik kormánypárt frakció vezetője a szerdai közgyűlésen vérlázítónak nevezte a lépést. Ön fél. Ön benne van főpolgármester úr, és ön egyszerűen fél ettől az egésztől. Az ügyben közben nyomozást indított a rendőrség, erről a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda tájékoztatta a MediaWorks hírcentrumát. A hatósághoz több feljelentés is érkezett, amelyek alapján befolyással üzérkedés, csalás, vesztegetés elfogadása, hivatali visszaélés és hűtlen kezelés elkövetésének gyanúja miatt folyik eljárás ismeretlen tettes ellen.